Sziasztok! Lábas Norbi vagyok, köszöntelek benneteket a legújabb videóm alkalmával innen, a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna partjáról. Idén nyáron Attila barátommal újra közös horgászatot terveztünk, amit sikerült is összehoznunk helyjel közel, ugyanis az elfoglaltságai miatt ez úgy alakult, hogy mindösszesen egy nappali időszakot tudtunk közösen kint lenni a parton. Ezt leszámítva az ezt követő másfél napot én egyedül voltam kint, és a horgászatunk előtti másfél napot is Attila egyedül töltötte a parton. Mindösszesen egy napos előetetés után az első éjszaka egy 28 kilós amúrral nyitotta a kunsági horgászatunkat, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egy bakancslistás hal lehet. A folytatása sem lehet panasz, ugyanis amíg én megérkeztem, Attila 4 darab kapást tudott még amúrra váltani. Többek között az egyik az pont az az amúr volt, amit érkezésemkor fogott, ez egy ilyen 12 kiló környéki amúr lehetett. Nem is kell mondanom, hogy pezsgett a vérem, alig vártam, hogy az én szerelékeim is a helyére kerüljenek, és miután ez megtörtént, egy egész napot kint voltunk még a parton, és azt leszámítva, hogy hódoltunk kicsit másik közös hobbinknak, a gasztronómiának, ezen kívül semmilyen más történés nem volt a vizen. Pontosítok, volt, ugyanis halaknak láttuk jeleit, de a kapásjelzőink azok mozdulatlanok voltak mindvégig. Attila sötétedéskor összepakolt és hazament, én pedig egyedül kimaradtam a parton. Sajnos nem volt olyan dolog, ami kiugrasztott volna a sátorból az éjszaka folyamán, nem úgy, mint hajnalban, ugyanis ébredésem után pár perccel egy gyönyörű húzós kapásra ronthattam ki menedékemből. Megjött 20 óra után az első kapásom így hajnalban, egy gyönyörű szép kis kunsági nyúlga formájában. Erre a horgászatra kedvenc nagy halas botomat, a Carp Academy 3 méteres endless botját hoztam magammal 3 fontos tesztgörbével, amire egy 5500-as Ultegra orsót helyeztem. A dobjára 35-ös monofil főzsinór került, és ennek a végére egy egyszerű ólomklipszes végszereléket rögzítettem. Azonban hiába egyszerű, van egy-két olyan dolog, amire érdemes odafigyelni az elkészítésekor. Az egyik és talán legfontosabb az az ólomnak a mérete és a típusa. Nagy súly és megfelelő kialakítás kell ahhoz, hogy ezeken a csatornákon a szerelékünket egy helyben tudjuk tartani. Arra gondolok most itt, hogy nincsen nagy folyás, viszont a zsinórunkon összegyűlő hínár és egyéb hordalékok, azok már olyan felületet tudnak biztosítani a folyásnak, hogy el tudja mozdítani
a szerelékünket. Azonban, hogyha ilyen karmokkal ellátott grippát használunk megfelelően nagy tömegben, akkor ezt ki tudjuk védeni. A nagy tömeg, tehát a nagy súlya az ólomnak, az azért is kell, hogy az amúgy csontos szájába biztonsággal bele tudja nekünk húzni a horgot. Azonban, hogy fárasztáskor ez ne akadályozzon bennünket, és ne tudja ezzel kirázni a horgot a szájából, az ólom kapocsnak ezt a kis kampós részét, ezt én rövidebbre vágtam. Így teljesen rátolva is a lehető legkönnyebben le fog oldani az ólom. Viszont van még egy dolog, amire ügyelni kell, az pedig nem más, mint hogy olyan ólomkapcsot válasszunk, amiben egy ilyen kis stifttel tudjuk a forgót rögzíteni. Ugyanis, hogyha ez nincs benne, akkor kapáskor a forgót is ki tudja rántani a hal a ólomkapocsból. Viszont, hogyha ez a stift ez benne van, akkor fixálva van a forgó is, és biztosak lehetünk benne, hogy az ólom el fogja végezni az akasztást, viszont utána le fog oldani a végszerelékünkről, és nem fog minket megakadályozni abban, hogy szágba terelhessük álmaink halát. A ponty visszaengedése után visszadobtam a végszereléket egy friss csalival, új ólommal és egy jó nagy PV-atasakkal. Beállítottam a kapásjelzőt, kiengedtem a féket, majd kimentem a kocsiba, gondoltam, iszok egy jó erős feketét. Leültem az ágy szélére a sátorban, elkezdtem csinálni a kávémat, amikor a kapásjelzőm eszeveszett visítására, fékrecsegésre lettem figyelmes, majd mire oda kaptam a fejem, már a botot is kitépte a tartóból a hal, és csak az orsó fogta. Nem is kell mondanom, hogy egy másodperces sprint alatt már ott is voltam a botnál, és fölvettem a hallal a kontaktust, és megkezdhettem életem egyik legizgalmasabb fárasztását. Ez bizony nem csak egy nagy csomó hínár. Óriásit küzdöttünk, melkasig álltam a vízben, mert rengeteg hínarat összeszedett, és mindenhová be akart menni, de szerencsére sikerült megszákolnom. Íme egy brutális, kapitális, kunsági amur. Igazi fűzabáló. Hatalmas csata volt vele. A súlyát még nem tudom. De boldog vagyok. Elkezdett esni az eső, tehát mit sem számít, egy 20 kilós amúr van a kezemben, egy vadvízből, a kunsági csatornából. Nagyon szépen köszönöm az élményt a halnak is, és a kunságinak is. Itt állok bent a vízben, ugyanis most engedtem vissza ezt a gyönyörű 20 kilós amúrt, és nem csak a visszaengedés miatt másztam be a vízbe, hanem a fárasztás során is. Elemi erejű kapással jelentkezett, és a botot is egész egyszerűen hiába fogta a nyíltartó a botot, kirántotta. Aztán ahogy felvettem a hallal a kontaktust, nagyon agresszívan védekezett. Első körben, pláne amiatt, hogy egy 5-10 perccel előtte fogtam egy pontyot, azt gondoltam, hogy egy kapitális pontyjal viaskodok itt a kiskunsági öntöző főcsatornán, de feljött, és megláttam, hogy egy hatalmas amúr. Nagyon szerettem volna ezt a halat megfogni, és már hát már ilyen 22 órája, 20 órája talán kint vagyok,
és ugye eddig a reggelig nem volt egy kapásom sem. Az adrenalin az annyira működött, hogy sem a telefonomat nem tudtam a kameráját beállítani, hogy felvegyem a fárasztást, illetve a rajtam egyébként elhelyezett testkamerát, tehát az akciókamerát sem tudtam bekapcsolni, ugyanis a hal az egész egyszerűen agresszívan védekezett, először célba vette a arra található hinarast, ahonnan sikerült kifordítanom. Majd amikor eljutott ide a parthoz, akkor a másik oldalon lévő nádasba indult meg. Nem is volt kérdés, lerúgtam magamról a cipőt, és minden melles csizmát, mindent elfelejtve azonnal beugrottam a vízbe. Hoztam magammal a merítőt, és amíg ezt én megtettem, addig itt a másik oldalon lévő sás nádnak a végén található hínácsomót telibe megfogta. Nem bírtam rajta egy centit sem mozdítani. Nekem nem kellett más, tudtam, hogy itt nem fog ellepni a víz sehol, csupán egy picit mélyebb iszap van, úgyhogy itt hatalmas kagylókon átgyalogolva mentem be az amúr után. Egészen melkasig eddig bent voltam a vízben, ott küzdöttem vele, és hál' Istennek, hát egy hatalmas nagy hínácsomóval együtt ugyan, de sikerült megmeríteni, és ami még fontosabb, és aminek még jobban örülök, sikerült is visszaengedni épségben éltető elemébe, amiért én eszméletlenül hálás és boldog vagyok, úgyhogy ha már több halat nem is sikerül fognom, akkor teljes mértékig boldogan fogok innen hazatérni. Csatornában élő nagyszámú fehér halak, illetve a törpeharcsa jelenléte miatt csak és kizárólag fő tigrismogyoló jöhetett számba. Etetésre, illetve csalizásra is, erre a rövid 15-20 méteres távra, amire mi horgáztunk, pedig egyértelműen a dobólapát volt a legjobb megoldás az etetésre. A koncentrált etetés jegyében PVA hálóba töltött tigrismogyolót is akasztottam a horog mellé. Ahhoz, hogy a vízben főzött, illetve abban tárolt tigrismogyoró ne oldja föl a PVA hálót bedobás előtt, ahhoz vagy meg kell a magok felületét szárítani, vagy pedig be kell a tigrismogyorót sózni. A só, illetve a benne lévő nátrium az nem fogja engedni a PVA hálót feloldódni még a vízbe érkezés előtt, azonban riasztólag sem fog a halakra hatni, sőt, talán még növeli is a magoknak a csalogató erejét, illetve az, hogy olyan koncentráltan ott lesz ez a jó pár szem mag a horog körül, az abból kioldódó illat és ízzel még hamarabb magára fogja vonni a halaknak a figyelmét.
horgászat sarkalatos pontja az, hogy a bocspiccek előtt a zsinort azonnal le kell süllyeszteni egy nagysúlyú zsinorsüllyesztő segítségével, ugyanis ilyen és ehhez hasonló nád és hínárfoltok úsztak folyamatosan a csatornában. Az amúr megfogása és visszaengedése után a horgászat további részében kapáson már nem volt. Ez is jó példa arra, hogy ezek a kitanult, öreg rafinált halak milyen gyorsan fölmérik azt, hogy veszély leselkedik rájuk a parton. Barátom megérkezése előtt ezen a helyen jó darabig senki nem horgászott. Az első etetés után, ahogy ő elkezdett horgászni, szinte egy álom pecába csöppent, az amúrok ugye 36 óra alatt azt hiszem 5-ször vagy 4-szer vették fel a csaliát. Ez azt gondolom, hogy egy ilyen vadvízen egy álompeca. De jól megfigyelhető volt, hogy a kapások intenzitása, tehát a két kapás között eltelt idő, az egyre jobban nőtt. Mikor én megérkeztem, onnantól 20 órának kellett eltelnie ahhoz, hogy én is sikerrel tudjak halat szákolni. Azt gondolom, hogy az is nagy szerepet játszhatott abban, hogy sikerült halat fognom, hogy mindösszesen már csak egy szem tigris magyaróval csalisztam, ami az égvilágon semmilyen feltűnőséget vagy kirívóságot nem képviselt a fenéken, úgy nézett ki, mint az etetés többi része. Nagyon hálás vagyok a Kiskunsági Öntöző főcsatornának azért, hogy ilyen élményekkel tett engem gazdagabbá. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, következő videóban találkozunk. Sziasztok!